A Pamukkál szó szerinti fordítása gyapott kastély. A legenda szerint Pergamon királya Euménosz lánya nagyon beteg volt, akit egy orvos a hegyből fakadó forrásvízben meggyógyított. Erre Euménosz erre a helyre várost építette, és Hierapolisnak, vagyis Szent Városnak nevezte el. Az ókor egyik legismertebb gyógyító erejű vízforrása volt, ahol még a római császárok is megfordultak. A nyerészkedő kapzsiság a befektetők részéről, hogy a Pamukkáli vizében fürdőző és az ötcsillagos szállodában kényeztetett turisták által hozott dollármilliókból a tőkét nagyon hamar megduplázzák, oda vezetett, hogy a sok ezer év óta a földből bugyogó melegvíz elapadt. Kérdés ez csak. Milyen vezető? Ha nincs német nyelvvezetés kell. Finom, he? Nagyon finom. Hát ez nagyon finom. Mi lesz, milyen klassz, mi? Nagyon. Szíti. Szia. Pinszerz. Hajjön beli. Hajj. Вода, вода! Вот эти. Вид такой.
van a lyuk, és ez az akusztika miatt. Ott lent beszéltek, lyukba bement a hang, és visszajött. Van magyar aranymetszer, mondják, hol lesz aranymetszer. Szófafágok vannak, ott fent balra végén van egy családi sírbolt. Mivel a gyógyuláskeresők közül gyógyulás helyett csak megváltásban részesültek, ide temetkeztek, sokszor pompás mauzóleumokba. Csörgött el a szokhoz, és ön ott nem szabad félrevezetni az embereket. Nem, én a szóval 4 órás vezetést ad, biztos nem. Nem, de minimum 2 óra lesz. És ha 2 órás lenne? Hát itt nem igazán, hát nézd meg, ott nem igazán kell, ahogy látom. Pamukhalit elhagyva irányt vettük északnak, Pergamon felé. Pergamon, ma Bergama, a Krisztus előtti 3. században a pergamoni birodalom fővárosa volt. Krisztus előtt 129-ben Ázia néven római tartományá lett. Sok uralkodója közül az egyik legismertebb II. Eumenész, aki nagy műveltségű uralkodó volt, és az alexandriai könyvtár mintájára megalapította a pergamoni könyvtárat. Az egyiptomi Ptolemaiosok megtiltották a papírusz kivitelét, és errefel a pergamoniak kifejlesztették az írás rögzítésére alkalmas pergament lapokat, ami már nem csak tekercs formában, de lap formában is alkalmazható volt. A város a Várhegy környékén teraszokon épült, az alsóbb szinteken több híres szentély, mint Asklepiosz és Athéna szentélye, a színház és a csarnokokkal ellátott könyvtár épület, fent a hegytetőn a királyi palota és a Trajaneum, ami a római világuralom temploma volt található. Hi ho, hi ho. Megszokja a szem. Bevertem a fejemet, hogy rosszul néz, hallottam. Ein bisschen Applaus müssen wir ihm geben, ja, ein bisschen Applaus. Super.
Akkor énekelj most! Most el van bizakodva, nagyon megkezdődik. Kezes van. Egy ilyen kicsi falu. Hát megkeresük a hotelt. Mindjárt. Nem megáll. Ki ne emlékezne arra, amikor iskolás éveiben a történelem órán a görög mitológia világába került fél órára, és képzelete Priamos király, fia Páris és az erre volt szép Helena körül keringett. Otthon aztán Szabó Árpád könyvét, a trójai háborút falta fel egy nap alatt. Homérosz Iliászával a hónaja alatt, egy órával a zsebében és egy hőmérővel a kezében érkezett meg Heinrich Schliemann 1869-ben a Hiszárlik nevű domb lábához Kis-Ázsiába, hogy körbejárja azt, ahol ő az ókori Trója maradványait vélte a föld alatt feküdni. Ásatni kezdett ott, és Tróját valójában megtalálta Priamosz király kincsével együtt. Az átlagember köztudatában jobbára csak a trójai faló fogalma ment át, talán anélkül, hogy tudna annak történetét.